Sziasztok, egy újra a Blu-ray újsor volt a csatornánkon. Ezúttal is folytatjuk a James Bond Blu-ray-ek tengerében. Első, legalábbis az új kiadások tengerében az első Roger Moore-os Bond filmünk, a Kém, aki szeretett engem, szerintem az egyik legjobb Roger Moore-os Blu-ray, és hát a legjobb Roger Moore-os Bond film is egyben, a Képvilágon is továbbra is mesteri, az előző kiadásoknak is, és hát a film is az egyik legjobb Roger Moore Bond film. Egyrészt emlékezetes gonosz és úgymond mellék gonosz karakteret tekintetében, másrészt Roger Moore nem annyira parodisztikus szerintem, mint a többi, vagy a legtöbb Bond filmjében. Harmadrészt pedig nagyon jók az akciójátok és a fényképezés, és vannak hangulatos helyszínek, például Egyiptom, és a zene is egész jó, még az intro azt talán jól emlékszem, annyira ezúttal nem tetszett ennél a filmnél. Nem rossz, de nem is kiemelkedő. Mondjuk a Goldfinger például kiemelkedő, máig az egyik legkedveltebb, plusz a GoldenEye az aranyszemmel még kicsit vissza is hoztál később, valamelyest, mert nagyon hasonló tematikája, illetve a daloma. Itt annyira nem jó az intro szerintem. Viszont ez is az 890 forintért volt, és ennek is nagyon jó a vizuális és a hang ereje. Jó, hát nézzük, hogy egyébként szóval olyanoknak szintén nem jelent film, hátul mit akar, itt is a legjobb képnek cél szóval jelent. Ezen kívül az extra magyar folyattal audio kommentár Sir Roger Moore közreműködés a eredeti nyelven, audio kommentár Lewis Gilbert rendezőken, Adam Lattman rendező, Christopher Wood társ író és Michael G. Wilson producer közreműködés a eredeti nyelven. 007-es Egyiptomban Roger Moore és Bond, ezek mind magyar folyattal, Ken Adam forgatáson, ez is magyar feliratos, a 007-es új stúdió, eredeti kis film 1977-ből, ez is magyar feliratos. A Kém, aki szeretett engem kulisszái között, Ken Adam Bond megalkotása, ezek is mind magyar feliratosan, aztán exotikus helyszínek eredeti nyelven, mozirelőzések, TV és rádióraklamok eredeti nyelven, és fotóalbum. 16 javaslatot nem ajánlott, 125 perces a film, ezúttal már 2.35-es széles vászló képarányát, természetesen Full HD felbontásban, 5.1-es magyar hang, angol, 5.1-es GTS HD Master Audio, ugyanígy spanyol, olasz, orosz, igen, orosz, DTS-sel, aztán van lengyel, cseh, táj, és japán pedig szimplán 5.1-essel, illetve bocsánat, a japán az DTS-es 5.1-es. Aztán a feliratok ugye széles köre van, jelen a magyar felirat és gyakorlatilag minden egyéb, ami elközelhető, hogy ABC régió kóddal ellátott, bonton film kiadás, megint 1890 forintért, és nézzük, belülről ugyanaz a szisztéma, mint eddig, Spy Who Loved Me, látható. Aztán mondanám, hogy egyszerűen egyszerű továbbra sem, de egyszerű és olcsó. És hát ami benne van tartalom és maga a film, az fejtek szuper, úgyhogy ott továbbra is ajánlom mindenki. Szerezze be, vegye meg, vegyétek, megéri. Az egyik legjobb Charles Moore Bond film, Blu-ray-en, új kiadásban, bocsánat, töretek, sziasztok!